Kora délután a Downing Street 10 előtt állt a sajtó elé Boris Johnson, és bejelentette, hogy új vezetőre van szükségük a konzervatívoknak, ezért lemond pártelnöki posztjáról, így megszűnik kormányfői megbizatása is. Átmeneti kormány alakul, amelyet Johnson vezet majd egészen addig, amíg nem lesz meg a konzervatívok új vezetője. Boris Johnson szerint a jelenlegi helyzetben hiba lenne új választásokat kírni. Stefán Zoltán folytatja a témát vendégével. Itt már a stúdióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára Egedi Gergely, jó estét kívánok, de még, jó előtt, estét kívánok. még mielőtt beszélgetnénk, engedje meg, hogy kapcsoljuk tudósítónkat Kertész Róbertet Londonban, aki talán most már hal minket. Jó estét kívánok neked is. Tegnap még azt mondta Boris Johnson, hogy nem mond le, ma pedig kiderült, hogy gyakorlatilag megy is, meg marad is, hiszen egy átmeneti időszakra ügyvezető miniszterelnök lesz. Hogyan reagált az elmúlt napok eseményére a közvélemény? Jó eset a nézőknek, már az elmúlt hónapokban lehetett tudni, hogy Boris Johnson és az által vezetett konzervatív párt népszerűsége alaposan megkopott, hiszen nagyon komoly botrányok robbantak ki a párt, és személyesen Boris Johnson körül, elég ha visszautalunk arra a rendkívüli komoly botrányra és nagyon komoly felháborodást keltő ügyre, amikor kiderült néhány hónap ezelőtt, hogy a koronavírus járvány elleni korlátozások legsötétebb időszakai a Downing street és más kormányzati hivatalokban rendszeresek voltak az összejövetelek, a kerti partik, amelyeket nagyon sokszor ivászatok kísértek. Ez olyan időszakban történt, amikor a britek a, a kormány előrásai alapján gyakorlatilag saját rokonaikkal sem találkozhattak, nagyon komoly korlátozások voltak. És ezeken az összejöveteleken, gyakorlatilag törvénysértő partikon Boris Johnson is nem egyszer résztve, ezt nagyon-nagyon rosszul vette a közvélemény, és ez a számokon is látszott. Sorjáztak az olyan felmérések, amelyek szerint a lakosság 59-60-63 százaléka szerette volna és szeretné, hogyha Boris Johnson távozna hivatalából. Valószínűleg ez azóta sem változott, tehát gondolom, hogy a többség most is támogatja ezt a döntést. Milyen lehet a hátralévő, ha nevezük úgy Johnson időszak, hiszen annak tudatában, hogy a mandátumának biztosan vége, milyen intézkedésekre lehet tőle számítani? A brit alkotmányosság azt írja elő az iratom alkotmányosság, hogy ilyen helyzetben az ügyvezető, miniszterelnök és kormánya ne hozzon sarkalatos döntéseket, olyanokat, amelyek alapvető változtatásokat, alapvető külpolitikai irányváltást okoznának. Erre, erre egyébként nem is kell számítani, hiszen a jövő hét utáni héttől megkezdődik a brit parlament nyári szünete, és ez általában politikai szünetet is jelent, tehát a kormány a parlament jelenléte nélkül az iratlan szokások alapján nem szokott sarkalatos döntéseket hozni, tehát valószínűleg gyakorlatilag biztosan vehetjük, hogy az új kormányfő és az új kormány hivatalba lépéséig nagyon komoly sarkalatos irányváltás jelentő lépések, döntések nem születnek. Kertész Robertnek köszönöm szépen! és akkor mi itt a stúdióban, negyedik Gergelyjel folytatjuk tovább ezt a témát. 2019-ben a parlamenti választásokon 1987 óta a legnagyobb arányú győzelmet szerezte a legnagyobb többséget, és még új szavazókat is vonzott be. Itt az imént a tudósítónk már beszélt azokról a botrányokról, amelyeket az elmúlt időszakban lehetett tapasztalni. Ezek a botrányok voltak azok, vagy a személyek megítélése, illetve hát, hogy az áthatott a pártnak a megítélésére is. Igen, hát ez nyilván egy összetett kérdés, a botrányok nagy szerepet játszottak. Ugye említette a tudósító a covid korlátozások alatti pártigét, néven ügyeket, elhíresült ügyeket, igen. ezek nagyon elhíresültek, de más problémák, botrányok is voltak, és amit még talán érdemes itt a rövid időkeretben is kiemelni, hogy két hete időközi választások voltak két fontos ponton, ahol a TORIK hagyományosan stabilak voltak, és mind a két ilyen elvesztette a konzervatív párt a választást, úgyhogy a politikai elemzők Londonban már előre megírták, hogyha ezt a két választást elvesztik, akkor az hát nagyon be fog tenni Boris szólva, úgyhogy ez egy komplex folyamat. Na most a Boris Johnson a mai lemondó beszédében hivatkozott arra, amit szerkesztő úr most említett, valóban a 2019-es nagyarányú választás, 80 fős parlamenti többséget eredményező választás, egy nagy siker volt, és ő azért arra is célzott most, hogy ha ő nélküle ez nem ment volna végbe, és hogyha ő nem, nem ő vezeti a pártot, akkor nem számíthatnak a konzervatívok sem, hasonló sikerre, és hát nagyon sajnálta, és azt a szót, azt a kifejezést használta, hogy a veszminiszteri csordaszellem buktatta őt meg, nevetesen, hogy elindult egy hullám, és akkor nagyon sokan beálltak mögé, hát tudjuk, hogy mostanáig, 51 néhány minisztertán, 57 kormánytag, pontosabban a tebe alacsonyabb szintű politikusok is benne vannak, adta be a lemondását, ugye nagyon sokáig azt mondta, hogy ő nem mond le, de iszonyatos nyomás nehezedett rá, és akkor foglalt úgy állást, hogy tiszteletben tartja a párt akaratát, és ezért lemond, de egyelőre marad kertéker, tehát ügyvezető kormányfő. Na most a további menetrendet, a mostanában gyakran emlegetett 1922-es bizottság fogja meghatározni. Ez az alsóházi konzervatívoknak az a bizottsága, amely a bizalmi kérdésekkel és a választásokkal foglalkozik, és nekik kell majd az új pártelnöki tisztségre kírnia. A választást, és hát tudjuk, hogy aki a párt pártelnőke, az a brit rendszerben egyúttal a kormányfő is lesz. Hogy pontosan milyen időbeli menetrendet határoz meg a bizottság, azt még nem tudjuk. Hát reálisan lehet számolni azzal, hogy a nyári szünet előtt szeretnék lebonyolítani azt, hogy a, a választás első körében, amit a Konzervatív párti frakció tagjai bonyolítanak, két ember maradjon, és az utolsó körben pedig a párt összes regisztrált tagja levélben szavaz, és hát hogy ez meglegyen őszre, de azért sokan jelzik, hogy szeretnék, hogy ez hamarabb végbe megy. Igen, közben a konzervatív képviselők jelezték, hogy szeretnék lerövidíteni a pártjának szeretnék lerövidíteni, hát amikor Tereza mély lemondása után Boris Johnson vett át a strafétabotot, akkor 6-7-be telt ez, az egy gyors volt, de egyébként tehát a brit politika történetből tudunk példákat, hogy sokkal, de sokkal hosszabb ideig tartott az új jelölt kiválasztása. Hát, hogy most mennyi ideig fog tartani, azt most nem tudjuk. Nyilván sokan találgatják azt, hogy ki lehet az új pártelnök, és így a miniszterelnök, és az új kabinetminiszter. Nem zárja ki, hogy indul a vezetésért Robert Buckland, de sokak neve felmerült már. Ki lehet az egyáltalán, aki nyugvópontot hozhat, hiszen közben a közvéleménykutatásokban azt lehet olvasni, hogy a munkáspárt 7%-kal vezet. Így van, na most ez egy érdekes kérdés, mert ebben a helyzetben nincs egyértelmű jelölt. Az ugye mindig megkönnyíti, hogyha van egy kiemelkedő figura, most sokan fognak ringbe szállni, azt lehet tudni, hogy Rishi Sunak, aki pénzügyminiszter volt eddig, és most mondott le, ringbe fog szállni, Said, Javid, aki most egészségügyi miniszter volt, de korábban pénzügyminiszter volt, meg belügyminiszter volt, ő is egy komoly esélyes, Liszt a jelenlegi külügyminiszter, ugyancsak ringbe fog szállni. Dominik Rába, aki jelenleg az igazságügyi miniszter és együtt a kormányfő helyettes. esetleg ő is ringbe fog szállni, Ben Wallace, hadügyminiszter is, tehát most még széles a a potenciális jelentkezők köre, ez nyilván idővel szűkülni fog. Nagyon nehéz lenne megmondani, hogy kinek van a legtöbb esélye, igazából még a londoni elendők sem nagyon mernek, nagyon határozottan erre vagy arra a politikusra fogadni vagy tippelni. Említette a hadügyminisztert, hadd hozzak ide egy nemzetközi reakciót. A Kreml is megnyilvánult több orosz politikus is, és volt, aki idézem bohócnak nevezte, hogy Igen, lemondott ezt. Boris Johnson. Nyilván Boris Johnson szerepe az ukrán-orosz konfliktusban kiemelkedő volt a tekintetben, hogy mennyi fegyvert és milyen vehemensen állt ki Ukrajna mellett. Ez most hogy ő lemondott, és a mandátuma a határidőn belül véget ér, milyen változást hozhat a britek hozzáállásában a háborúban? Ugye hát, hát ugye hozhat? ez is még egy nyitott kérdés, de én azt gondolom, hogy a konzervatív párt alapvető stratégiájában ez nem fog változást hozni. Boris Johnson nagyon elkötelezetten kiállt Ukrajna mellett, de arra vonatkozó utalások, jelek nincsenek, hogy a párt ezen változtatna. És még egy kérdést engedjen meg nekem, hiszen a, a, csak nem egy hónappal ezelőtt jelentette be a skóta első miniszter, ő úgy fogalmazott, hogy vitathatatlan választai felhatalmazása van arra, hogy egy új népszavazást írjon ki a függetlenedésre. Vajon az, hogy most Boris Johnson lemondott, a térségben mit okoz? Hát ez is egy izgalmas kérdés, ugye, mert a Brexit következtében, ugye Skócia alakotmányjogi helyzetet megkérdődött azzal, hogy felerősödött nagyon az a Mozgalom az a törekvés, hogy egy második népszavazást írjanak ki. Nikola Sturgeon, Skócia első miniszter már ezt többször javasolta, és Boris Johnson nagyon határottan ellenezte, és ebben van is e, e, igaza sok tekintetben, hiszen annak idején David Cameron az első népszásnál azzal a feltétellel járult hozzá, hogy egy generációra, szól ez, tehát ez még messze nem telt el annyi idő. Na most én azt gondolom, de hát ez csak egy vélemény, hogy egy másik konzervatív politikus sem fogja támogatni Skócia népszavazási kérdését. Na most, ha a munkáspárt kerülne hatalomra, az egy új képletet eredményezhetne, de hát egyelőre a konzervatívoknak a parlamenti többségük bár leapadt az egykori 80 fő, ami 19-ben szereztek, még mindig elég stabil, hogy a következő választásokig vég tudják vinni a kormányzást. És akkor hogy ott van Észak-Írország kérdése, ami nagyon bonyolul, de hát nem tudom, van-e erre idő, hogy belemegyünk. Sajnos a misoridunk véget ért, nagyon sokan a nyitott kérdés, ahogyan még az is, hogy mikor lesz a pártelnök választás. Eddig Gábornak köszönöm szépen, hogy itt volt.